Szevasztok gyerekek! Új dolog! Megint egy olyan dolog történt az interneten, a YouTube-on, élőadásban. Ismételten egy olyan brutális dolog történt az élőadásban, gyerekek, egyszerűen nem fogom fel, hogy mik vannak, mert tényleg olyanok vannak, hogy hogy tudsz megzavarni egy élőadást? Mivel tudsz megzavarni? Trollkozz, csúnya dolgokat írkálsz be a chat falra, ezzel felbaszva a streamert, a YouTubert? Vagy bekopogsz hozzá, vagy valami? Vagy bekiabálsz, vagy felhívod? Egy teljesen új dolog történt, Horváth Martinnál, képzeljétek el, miközben live-ozott a gyerek, bazd meg, azt mondjuk tegyük hozzá, hogy hullarészeg ritta magát, és halálosan fenyegetőzött, és fogták, nyitva volt az ablaka, fő volt húzva redőn, nyitva volt az ablaka, és fogtak és bekúrtak egy élő tyúkot, élő adásba, geci. Én néztem tegnap ezt a live-ot, ez egy tegnapi sztori, tehát tegnap történt az esemény, gyerek live-ol, bazd, bekúrnak egy élő tyúkot, fogják doboz és bebasszák. Ezt fogom nektek mindjárt megmutatni, utána meg ilyen gumikat, minden szart bedobáltak az ablakát. És a csávó megfogta, mit csináltam, azt becsutom az ablakot, megfogja az meg is, kidobja, visszadobja. És megy tovább a műsor. Beszarás! Így gyerekek, most éppen megy az adás, és ide pörgettem nektek, történelmi pillanat, látjátok, hogy nyitva az ablak. Martin ideges, iszik. Nyitva az ablak, és mindjárt kap egy csomagot, figyeld! Zsuti! Brate moi! Kis medgyessör, igen, sem sejtve, nyugodtan békésen, békésen, azt mondjuk a túlítás, békésen, de live-ozik. De hogy félpattan, figyeld! A büdös kurva anyádak, te passzapógeti. Figyeld, a kard, meg a macska ott van. Itt egy tyúk, hoztak egy tyúkot. Hoztak egy tyúkot. Bedobnak egy tyúkot az ablakodon, érted? Miközben live-ozó. Tehát ez mennyire kurva, ez nagyon eredeti, ez kurva jó volt. Hát én rajongtam. Hol a tyúk? És ott vágod valahol, ott mászkál egy tyúk a szobába. És a szerencsétlen tyúkot belerakták egy dobozba, ha jól láttam, mert egy dobozt hajítottak be, abba volt benne ez a kis tyúk. És a Martin megkeresi, ugye megtalálja amúgy előbb-utóbb, de elbújt ez a kis szerencsétlen kis tyúk. Hol a tyúk? Macskát mutat, szegény macska ugye kicsit ugye agyfasz kapott, de annyira nem, mert látom nyújtózkodik, hogy tök jó el van. Bedobtak egy tyúkot! Bedobtak egy tyúkot! Kurva, ez nagyon tetszett. Ez az ötlet, hogy bedobni máshoz egy tyúkot, ez kurva. Szerintem most mindenki be fog hozzá dobni egy tyúkot, aki arra jár szerintem, vagy én nem tudom. A tyúkos Martin, érted? Nem találom a tyúkot, bazd! Bedobtak egy tyúkot! Bedobtak az ablakon egy tyúkot! Figyelj, a macska figyelj, hogy ágoskodik, de aranyos. Már látja, hogy mi van. A macska már fél. Hol a tyúk? Keresd meg a tyúkot! Hol a tyúk? Várjál! Készítem a kardodba, ez akkor a tyúk valamit csinál a macskámmal. Levágom a fejét, nem? Nyilván az a kis tyúk, aki meg van rémülve, az majd a macskáddal csinál valamit, nem? Tehát a tyúk az olyan agresszív át, az így neki megy a macskáknak. Hú, Martin Stark. A finálba. Hol a tyúk? Szamuráj kard, VS tyúk. Meg lámpa. Kotkodácsol, ott van valahol. Ott üldözi. De fél tőle, bazza, nem meri megfogni tyúkot. Mi a faszom? Mire jó egy jó öltöny? Megfogni vele egy tyúkot, nem? Az úgy is olyan könyv, hogy bebaszod a mosógépbe. Úristen, de mit gondolnak nála otthon, bazd meg, hogy itt ez a hajnali kettő, fél három fele volt gyerekek. Hogy kotkodácsolás a Martin szobájában, kergetőzik egy, kerget egy tyúkot, bazd meg. Ez halál, ez félelmetes. A gyerek, ez félelmetes. Ott kotkodácsol. Az lett volna jó, még oda tudjuk egy tojást a Martinnak. Meghúztak egy tyúkot! Ott a büdös köcsidet. Behúztak egy tyúkot. Érted? Egy tyúkot. Élő tyúkot. Miért nem tartod meg azt a kis tyúkot? Tartsd meg azt a kis tyúkot! Tartsd meg! Miért nem tartja meg? Mit csinál a Martin? Elrepteti. Hadd repüljön. Szegény tyúk, de... Kikúrja.
Ennyi gyerekek. A tyúkos sztori. Kikúrja a Horváth Martin a tyúkos az ablakon, nemhogy bazdmeg levágtad volna, vagy megetted volna, érted? Egy tyúk az tök jó, tök menő. Miért nem eszed meg? Jó, tyúkhúsleves, kirántod a mellét, vagy valami. Hát Martin, na mindegy. Vagy legalább meghagyott tolni, vagy ilyesmi. Bazdmeg gyerekek, ilyenek vannak 2020-ban. Tehát a termátom, ami után szerintem nem jöttnek durvább dolgok. Bocsánat, csak kicsit meg vagyok fázva. De megjelent Horváth Martin. Elindított egy húsvéti live-ot. Egy jó bekúrós live-ot, aminek a következtében bedobtak hozzá egy tyúkot, valamint még hogyha majd megfigyelitek, mert lerakom a leírásba ezt a live-ot, Horváth Martinnak ezt a live-ját, amivel nyugodtan belepörgethettek, vannak benne nagyon durva érdekes jelenetek, bedobnak még hozzá különböző dolgokat, tehát bedobnak azt hiszem egy gumit, nem egyszer, hanem kétszer, egy komplet autógumit így bekúrnak az ablakon, akkor ott különböző veszekedések mennek, kardavaló fegyek, hát nagyon durva, nagyon durva, tehát mindenféleképp csekkoljátok le a leírást, ilyenek is vannak, így is lehet live-ozni, érted? Valahova bedobnak egy tyúkot, Molnár István a rendőrség van, túrobot utána ugye a műanyagfalt, ez kicsit helyre papozta live közben, saját házába live közben a trutyit. Mi jöhet még gyerekek? Én nagyon várom a következőt, mi lesz az, amikor azt mondom, hogy tényleg ennél durvább témát nem fog tudni látni. Egyelőre nekem most ez a Horváth Martin sztori, ez a durva. Egy tyúk. Bekúrnak egy tyúkot neked, tessék kasom. Mit gondoltok erről? Csekkoljátok le a leírást, valamint kommentbe írjátok meg a véleményeteket. Köszönöm, hogy itt voltok, szávasztok gyerekuk, a tyúkos Martin legyen veletek. Dupla meg.